Hát még jó, hogy van! Üdvözlök mindenkit, ez itt a Rap Van! Hát még jó, hogy van! Rap! Ez itt a Rap Van és a Keres Kutat! Más volt, mint a többi, el tudta volna köpni, én belőle messzire. Így a testvér előtt rólad nem hallottunk, legalábbis én nem, mint előadó. Elég szomorú. Nagyon kiskorom óta, amióta az eszemet tudom körülbelül, azóta írkálok szövegeket, fogékony vagyok nagyon a zenére, elég régóta próbálok ráállni dalokat, viszont nem vettem komolyan. Tehát a testvérig én nem vettem komolyan ezt az egészet. Nekem ez egy ilyen önszórakoztatásra alapuló tevékenység volt. Igazán nem voltak vele nagy terveim, nem voltak nagy álmaim, egyszerűen szerettem zenélni. Úgy éreztem, hogy ezt ki kell adnom magamból, ezeket a dolgokat. Lelkemet megkönnyítette mindig is ez a dolog, úgyhogy igazából ezért csináltam, vagyis így kezdődött nálam ez az egész. Van kint pár dalom még így a testvér előtt is. És ennyi. Tehát ilyen örömzenélés volt nálam ez az egész. Egyedül volt, szinte árván, csillogó szemekkel várt rám, látván arcán, túl van ő is már, élete harcán, megláttam benne a karmát. Mindig jöttek az új klippek, és akkor közben te is indítottad a szóló dalaidat is. Imére adtunk ki közös dalokat, azóta is ugye adunk ki folyamatosan. Voltak megírva dalok, meg írkáltam így magamnak, de úgy nem foglalkoztam vele úgy annyira, mert tudod, nálam ez a dalszerzés, dalírás, ez mindig általában az életemmel is kapcsolódik. Tehát, hogyha az életben olyan impulzusokat érek meg, amit úgy érzem, hogy ki kell adnom magamból, legyen ez jó vagy rossz, vagy akár meg kell élnem, ahhoz mindig kapos a zene. És most egy elég nehéz korszakon vagyok túl, elég nehéz időszakon, életem során talán eddig legnehezebb időszakon, és megíródott egy album. Amikor nekiültem írni, nem voltak vele terveim, nem volt az cél, hogy akkor most készüljön el egy album, csak elkezdtem kiírni magamból a dolgokat, és végül megszületett 7 dal, amit egy kislemez formájában hamarosan közzé fogok tenni. Az lesz a neve az EP-nek, a Dramatico. A Más volt című dal is ebbe benne van, és még idén szeretném az összes többi dalt is közzé tenni. Uh-huh. Reméljük, hogy elkészülnek a stúdió munkálatok. Még annyit fűznék ehhez hozzá, hogy idén még jönni fog egy Imir Atis dal is, meg ugye jön még ez a Dramatico EP. Lesznek még idén megjelenések, legyetek résen. Más volt, mint a többi, el tudtam volna köpni. Rap. Adios, amigos. Üdvözöllek a Rap Vanban, akik még esetleg nem tudnák, mutatkozz be, légy szíves. Hú, hát rólam nem érdemes sem, nem igazából. Sziasztok, én Maxi vagyok, és előadóként, igazából rapperként, énekesként is, illetve producerként és dalszövegíróként foglalkozom, illetve hát nevezzük csúnyán, még egy kicsit talán rendezőként is szoktam a vizuál részeknél foglalatoskodni. Már a Maxi szólók előtt is hallgattam Hoodies, tehát láttam, hogy léteztek. Ugye mi közel 10 évig zenéltünk együtt a Lehóval, a Lehó Danellel, nem tudom ki hogyan ismeri, Lehó Danellként ismeri az, aki inkább a vizuális oldalt ismeri tőle, és Lehó Legacyként ismerik inkább a produceri oldalát, és Lehóként, illetve ugye a közös formációnk a HDZ, meg mint előadó. Egy jó 10 évet végig zenéltünk azért egymás mellett, és így most lett az igazából, hogy egy kicsit elváltak az útjaink zeneileg, de továbbra is barátok maradtunk, meg továbbra is nagyon-nagyon sokat szoktunk együtt dolgozni, ő csinálja a vizuál részeimet, általában segít benne a zenei részemet, és általában ő véglegesíti, szóval a barátság megmaradt. Ez a HDZ dolog egyelőre még most pihen. És aztán jött a ugye szóló dalod, az Unom, aztán eltelt 3 év. Mi történt addig? Hová tűntél? Egyébként nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy erről most tudok beszélni, mert szerettem volna egyébként erről hosszasan is kicsit
kifejteni a dolgaimat, hogy igazából volt egy ilyen kis zenei krízisem, anyagi krízisem is egyben, és szerettem volna dalokat csinálni, mert ahogy az unom kijött, azért elég nagy sikere volt ahhoz képest, hogy nulla feliratkozó csatorna, akkor még Maxi néven külön én még semmit nem adtam ki. Annak ellenére termelt 3000 feliratkozót, 500.000 nézettséget, szóval itt tényleg tök nagy sikere volt. Aztán volt ez a leállás, se zeneileg nem találtam magam, nagyon szerettem volna ezt a vonalat tovább vinni, és én úgy éreztem amúgy, hogy még nem volt a technika, meg úgy minden megérve arra, hogy tudjam folytatni. Ugye ehhez a latin trappes vonalhoz nagyon kellett a gitár, a latin zongora és minden más. És általában ezeket a trackeket kicsit hozzáértő zenészek szokták megcsinálni. Nem volt úgy lehetőségem ezeket az embereket akár kifizetni, vagy nem volt éppen lehetőségem velük dolgozni, de hála Istennek ez most már megoldódott. Én tényleg mindig törekszem arra, hogy az a produktum, amit kiadok, az mind vizuálisan, mind hangilag ott kell legyen minden, ahogy én szeretném, ahogy azt elképzeltem, én ehhez nagyon ragaszkodom. Említetted ezt a latin vonalat, te ilyen dalokat is hallgattál régen? Ezek inspiráltak? Egyébként igen, tehát nekem a családom nagyon zenei. Nagyon sok népzenét hallgattam gyerekkoromban, édesapám mulatós zenész volt, és én mindenféle stílust igazából bevett a gyerekkorom zeneileg, és amikor a nővérem, tényleg most ez nagyon fura lesz, amikor a nővérem a Dirty Dancing 2-t nézegette, akkor volt a Represent Cuba, meg ezek a dalok. Most is emlékszem, hogy én ezt meghallottam azt a trombita menetet, és így megvoltam bolondul, hogy úristen, de jó, de nem mertem elmondani egyébként a suliba, hogy figyeljetek már, én otthon egyébként a Dirty Dancing 2-nek a soundtrackjait hallgatom, vagy bármi, de azt mondtam, hogy ilyen zörűt hallgatok, olyan zörűt hallgatok, nem, sehol semmi, én Dirty Dancing 2 soundtrackeket hallgattam, és emiatt lehet szerintem az a, ez a vonat. Nyilván utána jött a Cypress Hill vonal, már azért megért az, hogy igen, én kifejezetten ezt a világot szeretem. Most azért így próbálkozok sok mindennel, mert most csináltam drill zenét is, de szintén ilyen spanyolosabb hangulattal. És most jött ki az Adios, ez mikor? Egy hónapja kb? Figyelj, én azt gondolom, hogy nagyon jó a fogadtatás, meg szerintem úgy jót is megy ahhoz képest, hogy nem csináltam 3 évig egyébként semmit, viszont én azt gondolom, hogy 3 év után ekkora számot generálni szerintem egy tök jó visszaigazolás arra, hogy van igény erre az én zenémre. Bármit szólnál, ez hiddel már nem érdekel. Bármit szólnál, ez hiddel már nem érdekel. Félve kérdezem meg, így ilyen 3 éves szünet után, de mik a tervek? 16-án forgatom a következő dalomnak a videóklipjét, és szeretném december elejére kihozni. Aztán van tervem be januárra, az szintén egy ilyen latinosabb dolog. Szerintem, hogyha az emberek szeretik az önazonos dolgokat, akkor viszont ez lesz az, amit nagyon szeretni fog tőlem. Igazából nagyon sok idő volt nálam, mire megérett, hogy ez így működhessen. Meg nekem ez a 3 év azért azt el kell mondjam, hogy azért nem lustasággal telt el, hanem én azért közben elkezdtem ugye producerként dolgozni, azért gyártottam a dalokat, rengeteg mindenkivel tudtam közben együtt működni. Akkor most kell odáig, hogy akkor kiveszem őket a fiókból, és akkor na, menjen, csináljunk rá a vizuált, és akkor toljuk meg. Sziasztok, én Maxi vagyok, és nézzétek a Rap Bant az Okos Gyerek csatornáján. Kötelező jelleg, gyerekek! Az első kérdés, milyen néven ismerhetnek az emberek? Sziasztok, én vagyok a Péter, akire nem kell majd a Téter. Mi motivált arra, hogy ebben a műfajban kezdj alkotni? Sokat rappelgettünk az utcákon, sokat freestylozgattunk, és ami régen hobbi volt, az már egy életvitellé vált. Mikor kezdted el? Már több mint 10 éve. A szövegeket 10 éve kezdtem elirogatni, hát így rappelni. Hát az első komolyabb hangvételű zenémet, a lerohadt a BMW-met, ezt
tavaly előtt decemberben vettem föl saját stúdióban, meg saját készülékekkel, a Pecsi megmasztereltem, meg csinálta le egy nagyon komoly kis beatet. Ja. Gáz, fröccsöt adok, vissza kettő padló. Így driftel a 3-16-om. Megint cserbe hagyott, az útszélen kihagyom. A pénzzel, inkább pénztemetőbe rakom. Kire mondanád azt, hogy inspirálóan hatott rád? Ready. Ready mindenféleképpen, 100%-ig. Ready. Bármit is csinál az életben, Peti, a szívemben az mindig itt lesz. Ő szerintem Magyarországon a legnagyobb karakterű rapperré fogja magát kinőni az elkövetkezendő években. Uh-huh. Mennyire veszed komolyan? De mennyire, amennyire lehet, próbálom a komolyságtól magamat elzárkóztatni tényleg, hogy én sodródok az árral, nekem nincs semmi tervem ezzel. Hogyha választhatnék a között, hogy rapstar leszek, vagy a médiába szerepelnék, akkor valószínűleg inkább a médiába szerepelnék 0-24-be. 100%-os, inkább azt választanám, de ameddig a zenével ki tudom adni magamból azokat a gondolatokat, amiket másképpen nem nagyon tudnék magamból kifejezni, addig marad a zene. Milyen előadókat hallgatsz manapság, mondjuk magyarok közül? Magyarok közül, hát természetesen a Reddit, itt nagyon sokat szoktam hallgatni. Magyar előadók közül mostanában inkább ismét a régebbieket veszem elő, szóval a Fekete Vonatot szoktam mostanában nagyon sokat hallgatni. Ugye a BT-ket, a Juniort, meg a Fatimát, ez nagyon sokat, külföldi előadók közül, meg mostanában az angolokat, a Central Seat, a Heady One-t, a M. Hancho-t, a Duchovelit, hogy párat említsek. Ezeket nagyon-nagyon szeretem. Az otthoni szénából pedig mindig az old school-ak tetszettek nekem. Szóval amik már akkor is klasszikusok voltak, amikor kijöttek, például a DSP Társadalom Klinika, az egész album, akkor ezt nagyon szerettem, a Sukát például, a Kill a Kent, meg ezeket. Én nagyon-nagyon szerettem ezeket a true régi rappeket, ugye az egész Blues Bravas Crew-t. Azt szeretném, hogyha az általad legjobbnak tartott 4 sorodat előadnád. Oké. És ez így szól, hogy a pinát szép, de az eszed baby világ még, imádj még, kendet csípem kivált kép, vigyázz babe, segged baby riszád még, zihálj még, a farkom mond meg zihálj még. A Péter elkészült nektek a 4 legjobb tanáccsal az életben. Mehet? Mehet. Oké. Első? Soha ne szív fel az orrodba sárgás jellegű anyagot. Második? Szóval a második. Soha ne vásárolj gázolaj, borsmenta illatú zacskót vagy alufóliát, de hogyha esetleges panod megtenni, akkor nyugodtan szorulj bele. Hármas? Soha nem fogyassz alkoholt olyan jellegű pirulák bevétele után, amikre rá van írva, hogy ne kérjük, ne fogyassz együtt alkohollal. 4. Becsüld meg jobban azokat az embereket, akik akkor is melletted vannak, hogy éppen nincsen füved. Nagyon komoly. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velünk. Én köszönöm, hogy meghívtál. Rap. Ha nem szeretnél lemaradni a következő adásról és az aktualitásokról, természetesen iratkozz fel a csatornára, nyomd be a csengőt, és érkezni fog a következő rész. Addig is jó magyar rap hallgatást, én Jossza voltam, ez pedig a Rap van. Még jó, hogy van! Rap.